1500 darab arcvédő plexi pajzsot ajánlott fel a szekszárdi önkormányzatnak egy budapesti kutatócsoport. A védő felszerelések Orbán Attila Tolna megyei közgyűlés alelnökének közbenjárásával kerültek a Tolnai megye székhelyre. Valamennyi intézményünkben, a Városházán, a különböző osztályokon az ügyfelekkel foglalkozó személyeknek ezt ki tudjuk osztani. Én azt gondolom, hogy ezzel egy újabb szintre tudjuk léptetni a vírus elleni védekezés szintjét itt a városban. Az önkormányzat több ügyfélfogadói helységébe korábban már plexifalakat szereltek fel, hogy így védjék a dolgozókat és az odaérkezőket. Ezt a megoldást egészítik ki mostantól a fejrehúzható arcpajzsokkal. Én azt gondolom, hogy a város tavasszal is jól vizsgázott, a vírus elleni védekezésből most is jól vizsgázik. Eddig mi előre mentünk és előre meghoztuk az intézkedéseket. Most egy nem vált esemény az, hogy kapunk 1500 ilyen maszkot, természetesen örülünk neki, mert ingyenesen kapta a város. Az arcpajzsok kiosztása már szerdán elkezdődött a szekszárdi önkormányzathoz tartozó igazgatóságok és intézmények dolgozói között.